szeretnénk ezt hagyományteremtő jelleggel elindítani, ahányszor kiállítást rendezünk. Szeretném, illetve remélem, hogy mindig lesz olyan bátor kézműves, aki felajánlja, vagy aki szívesen megmutatná magát, vagy az ő általa készített bármilyen kézműves munkáját. A karácsony és a szeretet jegyében készült kézi munkákból összeállított kiállítást nyitott meg a Boszorkány Újak Foltvarró Egyesület elnöke Zombán. A faluban közel 20 éve aktívan működő civil szervezet tagjai heti rendszerességgel gyűlnek össze, és egymástól tanulva együtt kézi munkáznak. Mindenki a számára leginkább kedvelt formáját választja és műveli a kézi munkának. Van, aki köt, más horgol, a legtöbben foltvarrók, de akad, aki goblejnezik. Minden hétfőn összejövünk, most ugye már a karácsonyra készülünk, mert nem lehet elég korán kezdeni, de nagyon sok jó új mintát tanulunk. Van, amit az internetről. A Pannika ugye ő a szexádiak közé tartozik, de ő is szívesen jön, őtőle nagyon sok táskát, nagyon sok új mintát tanulunk. Ugye a hasznosítás keretében, tehát öreg farmerokat a feldolgozzuk, itt van is a kiállításnak olyan része, ahol táskákat, neszeszereket csinálunk öreg farmerból, olyan anyagokból, amit más már kidobna. A zsákba, macskába például olyan táskákat tettünk, hogy ne használjunk ugye műanyagot, tehát mindenféle maradék anyagokból táskákat vartunk be, vásárló táskákat. Na, azon a kis karácsonyfán itt vannak szívecskék. Az a nyáron egyszer, május végén van a Varjunk a Szabadba, ez is egy ilyen kis ünnep, akkor a szexárdiak, a hölgyésziek, a bonyhádiak jöttek hozzánk vendégségbe, itt voltunk az udvaron. Mindenkinek vettem egy kis hungarocell szívecskét, és mondtam, most mindenki úgy borítja be anyaggal, csipkével, sejemmel, gyöngyel, ahogy szeretni, de azt nem adom oda, azt visszakérem, amikor kész, és ezt most mind fölraktuk a karácsonyfára, mindenkinek a szíve a karácsonyfán van. Ami itt kint van, ezeken a paravánokon, ez a Pannika munkáiból van, őt az országos kiállításon ugyanez a kiállítása volt, és akkor beszéltem meg vele, hogy nem lehetne ezt most valahogy ide kihozni, mert nagyon tetszik, nagyon szeretem a munkáit. A hátam mögött azok a zombaiak vannak, akik horgolnak, és goblejneznek és hímeznek, és a hölgyésziekkel, ők csak hárman vannak, a hölgyészi foltvarrókat, akik most már igazából közénk tartoznak, mert nagyon sűrűn jönnek hozzánk, nagyon szeretjük őket, és sokat tanulunk tőlük is. A hölgyésziek hoztak még munkákat, és a mi munkáink vannak, mi most párnákkal, tehát tömegével gyártottuk a párnákat, mert most egy olyan gondoltunk, hogy most ez lesz a fő csapásvonal, hogy most párnákat készít mindenki. Azon kívül ugye az újrahasznosítás, meg a Greenpeace-es, kicsit vigyázunk a környezetre dologgal, táskákat varrunk, tehát bevásárló táskákat mindenféle méretben és mennyiségben, hogy ne használjunk nylon zacskót és ne használjunk nylon táskákat. A Zombai Boszorkányújak Foltvarró Egyesület minden tagjának van egy kis nyaklánca, ami a közös ismertetőjegyük, de saját körükben az együtt töltött idő jelképe is. Ezt a kis nyakláncot, ezt is akkor vartuk a májusban, amikor volt a Varjunk a Szabadba napunk. Ezt a bonyhádiaktól tanultuk, a bonyhádi Borcsa mama hozta ezt nekünk, és mindenki vart magának egyet. A tombol, vagy ebbe a zsákba macskába is tettünk, hogy többeknek legyen itt. Ez is maradék anyagokból, ilyen 5x5-ös kis kocka anyagokból, meg gyöngyöcskékből van. Ezt azért vettük föl, mert ez emlékeztet bennünket az együtt töltött időre. A foltvarrás, vagy más néven a patchwork, nem pusztán hobbi, hanem művészet. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy napjainkban ismét egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, és egyre divatosabbak is a patchwork technikával készült táskák, takarók, ruhák. Enrődi Istvánné már több alkalommal kiállította egyéni alkotásait Szexárdon, és most az elmúlt 15 év munkájának legszebb darabjait hozta el Zombára. A kézimunka minden ágazatát gyakorló alkotó most a foltvarrásnak él, és szüntelenül keresi az új mintákat az interneten is, hogy majd azokat is bele tudja építeni soron következő munkáiba. Nagyon gyerekkoromtól kezdve mindig szerettem kézi munkázni. Az anyukám az nagyon ügyes volt, és minden kötés, horgolás, varrás, minden. És én még ahhoz a korosztályhoz tartom, akit az iskolában is tanítottak erre, és akkor
Én kertetben a ruhákat vartam gyerekem. Nem ez volt a szakmám, de úgy önszorgalomból. És jelentek meg akkor újságok, a Burda, meg a Pramo, és abban nagyon jó szabás minták voltak, és azokat vettem ki, és azokból vartam a gyerekeimnek. Aztán valamikor ezekben az újságokban egyszer megjelent a patchwork is. És az úgy szemet szúrt nekem, a patchwork, és sokáig csak úgy szemezgettem tényleg velem, és akkor egyszer a művelődési házban volt egy kiállítás, Szekszárdon, és ott ki volt írva, hogy lehet jelentkezni tanfolyamra. Jelentkeztem, végigcsináltam, és utána úgy belecsöppentem be a Fortfarró életbe, és azt mondhatom, hogy egy kicsit eltüntette a többit, a varrás, vagy a kötés, horgolást, ruhavarrás, minden. Most ebben ez tölti ki jócskán az időmet. Amikor elkezdtük, akkor nagyon kevés anyag volt. Viszont még volt magyar gyártású anyag, amik nagyon jók voltak. Amik most nagyon jó anyagok, azok nagyon drágák. De lehet kapni. És az ember próbál a saját anyagaihoz hozzá kombinálni, venni valamit, és akkor így alakítja az életét. Az idén volt Szekszárdon egy nagy országos kiállítás Fortvarrásból, amin az én munkáimnak egy jó része ott volt, és ott találkoztam a Margittal, és ő mondta, hogy hát hozzuk el ide a munkáimat, és akkor én örülök neki, hogy tényleg ide jutottak. Az Egyesület értékteremtő munkájára figyelt fel, és támogatja a helyi vezetőség. Minden olyan dolog fontos és lényeges egy településen, ami alkotást, ami újat hoz be, és ami megmutatja azt, hogy tulajdonképpen milyen élet zajlik itt Zombán. Ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy a Zombán több civil szervezet működik, többek között, hát mi csak Fortvarróknak hívjuk, de hát nevezhetnénk becsődösöknek, vagy kézimunkázóknak. Tehát egy nagyon ügyes csapat, ami hát már jó pár évvel ezelőtt jött létre, alakult, és figyelemmel kísérve az éveket, mint a megnyitóban is említettem, egyre komolyabb munkákkal állnak elő. Ez több dologból adódik nyilván, egy az, hogy egymástól többet tanulnak, a kézügyességük is nő, tehát még abban a korban is, amilyen korúak ezek a hölgyek, meg nyilván abból adódóan is egyre komolyabb anyagot hoznak, hogy ugye minél többet dolgoznak, annál több olyan anyag áll össze, ami kiállításra érdemes. Egyre többet beszélünk a környezetvédelemről, az anyagok minél nagyobb felhasználás, nagyobb arányú felhasználásával. Hát itt megjelennek azok az anyagfelhasználások, amik egyébként hulladékba kerülnének. Tehát például rossz, idézőjelben rossz, vagy inkább úgy mondom, hogy elhasznált farmerokból olyan táskákat, pénztárcákat, szemüveg tokokat készítettek, amit a mai ember nagyon szívesen visel még, hiszen küllemre is úgy néz ki, meg hát tudjuk nagyon, hogy a farmernek van egy olyan tartása, amit hát ha addig tart egy táska, mint ameddig farmer nadrágként, akkor ugye itt mondhatjuk, hogy nagyon sok évig vagy évtizedig használható ez. Tehát ténylegesen ez a tevékenység, amit folytat ez a kis csapat, ez példaértékű, és ezt tovább tudják, vagy tovább tudnák adni a fiatalságnak, akkor ténylegesen egy értékként vihetnénk be ezt a jövőbe ezt a munkát. Amire még büszke vagyok, mint Zomba polgármestereként, hogy ezt a csapatot tudjuk segíteni, hiszen elég sok pályázati lehetőség volt, aminek egyes elemét be tudjuk vinni a civil szervezetek támogatásába. Többek között szakkori jelleggel, most már másfél év óta tudjuk támogatni ezt a Fortvarró kört, tehát mind kézműves szakkör keretén belül, és itt tulajdonképpen, mint említettem is a beszámolóban, 4 nagy értékű varrógéppel tudtuk támogatni, egyéb kellékekkel, ami ehhez a munkához szükséges, és remélhetőleg, hogy ezt a szakkori időszak lejárta után is tudják majd használni. Az év végéig megtekinthető tárlatot közel 150 alkotásból állították össze, a karácsony és a szeretet jegyében készült kézi munkákból.